Itt a Lajvér Borház Kft. Eredetileg egy tudatos koncepció alapján épült, és egy olyan cél tűzött ki maga elé, hogy a legmodernebb technika, a technológia hogyan tud találkozni ezzel a gyönyörű természetes környezettel, és hát azokkal a kihívásokkal, amikkel egy új borászat Szekszárdon szembesül, azokkal kell nap mint nap megküzdenie, és hát a cél az az, hogy minél jobban meg tudja erősíteni a saját piaci pozícióját, és ez nem csak Szekszárdon, és alapvetően nem csak Magyarországon, hanem minél jobban tudjon koncentrálni a nemzetközi piacokra is. Hát ez egy hosszú folyamat, én úgy gondolom, hogy igen jó úton vagyunk, és azokat a szekszárdi hagyományokat, és azokat a szőlőfajtákat, amiket egyébként a szekszárdi borvidék adott nekünk, a kékfrankos, a kadarka, és egyéb olyan szőlőfajták, amik fokozatosan egyre trendibbé válnak a piacon. Ezeket felhasználva minél gyümölcsösebb, minél kellemesebb és hát minél piacosabb borokat tudjon készíteni. Hát ma azért ez az irány az elsősorban a fehér és a rozé, hiszen ez a borászat, ahogy kialakult, ez láthatóan egy, mi úgy szoktuk mondani, ez a modern ember borászata, ahol nem feltétlenül a vörös borok a legjellemzőbbek, hanem a mai trendnek megfelelően elsősorban azok a borok készülnek, amiket ugye a legkedveltebbek, és hát ez alapvetően ma ez a rozé és a fehér fajták. Igyekszünk mindig a legfrissebb termékeket megmutatni a nagy közönségnek, illetve azokat, amikkel esetleg még előtte nem találkozhattak, mert annyira újdonságok. Nálunk egyébként érezhető az a tendencia, hogy a borfesztiválokra is egyre több fehér, illetve rozéborral megyünk ki, de ez igazából a pincészetnél is érezhető, hiszen évről évre kezd kiegyenlítődni a feldolgozott szőlőknek a mennyisége, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag fehér és rozébornak lassan ugyanannyit dolgozunk fel, mint vörösbornak. Mivel hogy erősödik a fehér boroknak az iránya, egyébként az egész világon, én úgy látom, így mi is szeretnénk szélesíteni a palettánkat, tehát nem csak azzal, hogy esetleg egy gyöngyöző bort hozunk piacra, hanem igyekszünk prémium fehéret is készíteni, tehát idén már konkrétan születben azon fogunk dolgozni, hogy ezt kövessük, ezt az irányt. Az idei szekszárdi szüreti borfesztiválon hivatalosan is be fogunk mutatkozni Rajnai Riesling 2017-es borunkkal, ami a 2019-es szekszárdi borvidéki borversenyen a legjobb fehér bor díjat nyerte el idén, és erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és szeretnénk, hogyha minél több emberhez eljutna a fesztiválon keresztül ez a bor.